Köszöntjük az IS Podcast nézőit, egy nagyon érdekes témával fogunk jelentkezni a mai beszélgetésünkben, ez a játék szenvedély témája lesz. Szeretettel köszöntetem Páfi László matematikus játékfejlesztőt, aki egy nagyon szép kiállítást hozott ide nekünk a Zwingerbe. Elsőként beszéljünk erről néhány szót, és aztán pedig a játékról és a játék Ezt a kiállítást mutassuk meg azoknak is, akik esetleg most csak háttérként látják ezeket a csodálatos plakátokat mögöttünk. Szeretettel köszöntök minden játékkedvelőt, minden sportot kedvelőt, és minden kiállítás kedvelőt. Ez egy jó hónapig még nyitva van, tehát örömmel látjuk, mert kiállításon a plakátok magukért beszélnek nem túl sok szöveg van a kiállítás plakátjainak a többségén, de felidéznek többségében egy nagyon békés 1946-os, olyan 46-os, 47-es, olyan időszakot, amikor egy országépítésre készültünk. Mindenki, aki itt élt az országban, egy nagyon nehéz időszak után boldogan fogadta azt, hogy az olimpiai Békemozgalomnak szokásosan a békés nemzeteket összehívó versengésével Magyarországot meghívták. 46-ban meghívót kaptak arra, hogy 48-ban ott lehessenek az olimpián. A korábbi gyakorlat az volt, hogy a világháborúban eh, kezdeményező, háborút kezdeményező országok nem vehettek részt, Magyarország pedig szerencsétlen folytán már megint a vesztesek oldalára sodródott, és ezért várható volt, hogy nem vehetünk részt ismét az olimpián, mint ahogy az első világháború után sem. Ezért ebben az örökben, ami 46-ban ért a olimpiai bizottságtól minden magyar sportszeretőt, hogy megmutathatjuk sportolóink képzettségét, küzdeni akarását, ebben az első örömök után azért elkezdtek számolni, hogy miképpen lehet Londonba jutni, abból a minimális tartalékból, hát ami maradt az országban a második világháború után. Ezt akkor úgy lehet érteni, hogy gyakorlatilag egyfajta ilyen jótékonysági, jótétemény, egy, egy jó szándék, egy segítő szándék volt a játék szenvedély mögött? Igen, ez a kezdeti lelkesedés, ami hát bizonyos okban azért szenvedélynek is mondható, ez egy akkor Európában már hat országban megszokott sportfogatási játék magyarországi elindítását ösztönözte. Ebben a játékformában ami a totó, ami totalizatőr nyeremény alapfelosztásos felosztásos forma volt, ami azt jelentette, hogy a teljes bevételből, amit a szelvényekből, fogadási szelvények árából befolyta, a játék alapjába, abban kezdted meg pontosan 50%-ot rögtön az olimpiai mozgalomra fordítottak erre, és mutatnak ha plakátok ösztönzést, hogy gyere, játsz, ezzel nyerhetsz, és az olimpiai mozgalmat támogathatod a magyarok sikerét, hogy kiussanak az olimpiára. Még egy gondolat erejéig maradjunk a, a kiállított plakátoknál. Ezeket kifejezetten művészek alkották, tehát úgy is tekinthetünk rájuk, mint egyfajta műalkotás, per szerintem ugye az egy korszaknak a stílus azért láthatják rajta majd az érnek. Egy, egy külön előadást érhetne talán meg a két leghíresebb plakátrajzoló, Macskási János és Macskási Gyula, akik már a második világháború előtt is készítettek plakátot, nagyon fiatalon, különleges grafikusok voltak, egy Gyula neve sokaknak, akik a rajzfilmeket szeretik, lehet uh, talán sokat mondó, mert ő a, a, nagyon sok szempontból a világ első színes, egész estét betöltő rajzfilmét készítette. Hát nekem már a kiskakas Fél rajzárja és efféle rajzfilmek és beugranak abból az időszakból, amit ő csinált. Tehát ő nem csak plakátokat, hanem rajzfilmeket is készített, de hát ott is ezeket az elemeket rajzolták kézzel, és különleges üzeneteket is hordoztak a rajzfilmjei, hogy ez a testvérpár volt, aki, a, akik előtte még osztálysorsjáték, újjáépítési sorsjáték, nagyon sok ilyen játékos dolgot, sőt, magát a játékot is reklámozó plakátokat készítettek, és Júni más korának híres embere is átérezte azt, hogy Jaj, de jó, hogyha Magyarországnak azt az imázsát, hogy valahogy az háborút ösztönző vagy harcos nemzet lennénk, hogy ezt az imázsát fölül tudjuk azzal írni, hogy mi igazából sportoló nemzet is vagyunk, vagy egy egészséges, sikerorientált nemzet, és épp ezért igyekeztek Magyarországon nagyon sokan, minél többet hozzátenni ahhoz, hogy minél sikeresebb legyen ez a játék, mert minél több szelvényt adnak el, minél többen játszanak, annál nagyobb a bevétel, és annak a fele, annál több sportolót tudott külföldre, Londonba elküldeni. Mit gondol, mi lehetett ennek a pszichológiája? Mi az, amivel az embereket meg lehet fogni? Mert a fortepános képeken lehet látni, hogy kendős asszonyok, fiatalok, nem csak férfiak, mert általában azt gondoljuk, hogy a férfiak, ugye a sportrajongók, ők figyelik jobban ezeket a mérkőzéseket, Szóval, hogy mi lehetett ennek a titka, azon túl, hogy nyilván itt volt ez a, ez a jó cselekedet, ami azért tűzött. Hát azért az alap az volt, hogy, hogy akkor tájt azért a 1948-as időszakra visszagondolunk, hát bizony akkor tájt abban a nehéz időben hiába volt egy stabil forint, azért az emberek többsége nem nagyon tudott nagy összeget kockáztatni, ebben nagy reményei voltak akkor egy 330 as szelvényből előfordult, hogy 4 500 ezer forintos nyereményt is el lehetett érni ebbe a játékban, ami az akkori társadalmi ideát, a stalnovista mozgalmakat, hogy dolgoz dupla annyit, mert dupla annyi pénzt kap, az annak az imázsát azért elég durván amortizálta, mert egy 330-al lehetett annyit kapni, amit egy stalnovista 200 évig élve se tudna megkeresni, ez, ez egy picit elvitte a figyelmet felől, hogy sokkal dolg, többet dolgozzon, mert hogy úgymond munkanélkül is lehet pénzt keresni, hogy ez azért durván recsegéseket okozott abban a korszakban, a főideológiában, és hát az az igény, hogy sokat nyerjenek, az azért sokakban benne volt, és különböző arányban volt a sporttámogatás, vagy egyéni örömök, egyéni hobbiknak a támogatása, és emellett még olyan szélsőségek is voltak, amikor a nyertes felajánlotta a pénzének jelentős részét is a sporttámogatásra. Tehát nem csak, hogy a szelvény megvételével támogatta a sportot, hanem még a nyereményéből is sportpályáknak, a labdarúgásnak összönzésére nagyon sok különleges olyan akciót indítottak el. Egy Horváth István nevű kosárlabda egyszerűen már azt indította el, hogy egy hatalmas ezüst serleget kínált fel a 47-48-as lab magyar labdarúgó bajnokságban a legtöbb volt elérő játékosnak, és az, aki ezt megnyeri, az hónapokon keresztül láthatta azt az üzenetet a bold kirakatában, a belvárosban, hogy ez, ez egy óriási érték abban a szegény világban, hogy hát akkor még tovább küzdök, és szokatlan módon az európai labdarúgó bajnokságokban gól király lehetett valaki 25-30 gólat. nálunk itt a serleg annyira sokakat ösztönzött, hogy minél több gólt rúgjanak, hogy ővé legyen a serlek, hogy 50 gól kellett ahhoz, hogy valaki gól király legyen. Hát ezt az egész világ megemlegette, hogy na, ki az, aki ebben a nehéz időben, ebben a pici országban 50 gólt tudott elérni egy bajnokságban, Hát Puskás nevét ezek után mindenütt megismerték. <laughs> Meg, így van, és ez így van ma is, hát egy hihetetlenül népszerű és ismert igazi hungarikum. Nagyon sok ilyen történet lehet az ön fejében, hiszen ez már egy ilyen történészi, ilyen játéktörténeti történészként is között együtt. Bizonyára vannak olyan történetek, amelyek nagy bukásokról, vagy nagy nagy szerencsétlen, való sikerült fogadásokról szólnak, tudná esetleg ilyenekről egy-két népszerű történetet megosztani. Hát nagyon gyakran azért a, a bukások ö, oka az volt, és úgy volt szép és kerek a történet, hogy például 1950 október 23-án a forradalom délelőttjén kellett, hogy átvegye Vracskő Gyulának a nyereményét, aki át is vette, de a sok oldalról bemutatott film és a legények tanulsága vil, szerint igazából nem tudott élni az örömmel, mert hogy a, a pocsmát, ahol voltak, meg a pénzt, ahol eldugta azt, azért az orosz tankok hát De. De vannak olyan félig keserű történetek, hogy amikor a totó, ami tizenk, akkor táj 12 mérkőzés eltalálására szóló fogadási forma volt, ott voltak olyan hetek, hogy hosszú heteken keresztül nem volt elitalálatú, és aztán volt, vagy több is volt. És amikor végre valaki úgy érezte, hogy neki egy 12 találatosabb volt, és látta azt, hogy előző héten 100 ezeret, 400 ezeret nyert, akkor valaki, amikor 50 ezer forintért egy szép házat lehetett kapni, abban az időben a 50-es évek elején, akkor bizony nagyon boldog volt, amikor látta, hogy a 12 mérkőzésen az a végeredmény, az a kimenetel volt, amire ő tippelt. És akkor nagyon-nagyon gyakran az történt, hogy ezt elkezdték ünnepelni. Most volt olyan eset, hogy 5000 teli találatos volt, hogy bizony, amikor azt mondta a legközelebbi laverjainak, hogy gyertek, azt megisszuk a sört, megvacsorázunk, mert most én nekem teli találatom, mert majd holnap fizetem, vagy holnap után, amikor fölveszem a nyeremény, bizony nem tudta kifizetni még a vacsorát sem, mert gyakran csak ilyen 70-100 forint körüli volt, amikor ilyen tömegnyeremények voltak, és hát ez öröm az ürömben, vagy fordítva is sokkal az, hogy ez a nyeremény alapjátékosoknak, ha, amit ilyen típusú játékban voltak, az aggodalma, hogy azt érezték át, és ezt pszichológusok is elemezhetik, de matematikai vonzattal is, vagy érdeklődéssel is pontosan valaki ezt meg tudja, érteni, hogy bizony a nyertesek többsége a gyanakodva nézte azt, hogy hogy lehet az, hogy amikor én nyerek, akkor keveset fizet. Hát ez a nyeremény alapfelosztás és rendszer lényege, hogy ez volt igazán, ami engem is arra ösztönzött, hogy több bizalmat sugároz egy olyan játék, ahol előre tudom, hogyha én ennek a mérkőzésnek, vagy ezt a sporteseménynek a felkínált fogadási eseményét megtippenem, Például, hogy ha most öt volt rúg egy mérkőzésen, hát ahhoz kínálnak egy ezerszeres szorzót, én rakok rá 200 forintot, akkor 200 ezeret fogok nyerni. Ha ez ilyen világos és ennyire egyszerű, akkor az ilyen típusú játék, az bizalmat kelt. És nagyon örülök, hogy ebbe az irányban ösztönzött egy magyar származású kutató egy Harsány János nevű, akit nagyon-nagyon szeretünk, és ő volt a játékelmélet első Nobel-díjasa, abban az időben vált híressé, és az itteni közegben és az itteni oktatási rendszerben is talán fontos, hogy ő a Nobel-díját elsősorban a Harsánya azért kapta, mert hogy a szovjet-amerikai leszerelési tárgyalásoknak ugyanilyen játékelméletes képzettséggel ő volt a tanácsadója. És ő, mint tanácsadó, ezekben a leszerésis tárgyalásban, hát tömören fogalmazva, azt a pókerben és minden egyéb játékban szokásos játékstílus alapján elemezte a játékosok viselkedését, hogy itt természetesen a két ellentétes oldalon ülő tárgyalófél fél nem akarta valós adatokat mondani, nem akarta elárulni, hogy valóban úgymond milyen lapjaik, hány tankja, hány rakétája, mi mindene van hanem egy ilyen homályosítás volt, és ő ezek a bizonytalan információk közegét az ő matematikai agyával, képességével, modellezésével, ezt nagyon ügyesen tudta kezelni, és a valódi leszerelési tárgyalás folyamatát is tudta úgy ösztönni, hogy mind a két fél úgy érezte, hogy neki megéri a, 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 a fegyverarzenáját felére, negyedére csökkenteni vagy ezen kutatásaiért kapott Nobel-díjat, és meg hát nagyon sok egyéb nagyon, nagyon szép munkájáért, és hát a játékelmélet az Magyarországon az ő ösztözésére, vagy az ő Nobel-díjas mi volt, amiatt utána nagyon sok munkat tovább lendített még, hívott, segített, sokat volt Ausztráliában, ott is vendégül látott, és nagyon sok magyar játékkal foglalkozó embernek a, a munkáját, kutatását segítette. Ez azért egészen elképesztő, persze nyilván egy nagyon leegyszerűsített mondat az, hogy akkor így meg lehetne satszolni, vagy ki lehetne számolni akár ennek a borzasztó jelenkori állapotnak is a kimenet elé. Tehát például a matematikusok, játékfejlesztők, programozók foglalkoznak azzal, hogy vajon, vajon a jövőt hogyan lehet formálni. Most én éppen a jelenleg is zajló borzalmas háború állapotára és idejére gondolok. Igen, hát ebben szerencsére megint vannak magyar kutatók, akik ezekkel a hálózat elmélet és egyéb kapcsolatrendszerekkel foglalkoznak, hogy minek mi a hatása, és azt gondolom, hogy, hogy, a tudomány tényleg most nagyon sokakra, nagyon sokfajta tudomány segíti azt, hogy ráébredjenek arra, hogy, hogy micsoda értékeket Kockáztatunk akkor, hogyha nem kölcsönös, egymásra figyeléssel óvjuk saját területünket, és nem, nem támadjuk mások életét, területét. Még egy gyors kérdésre van időnk, hogy vajon milyen játékokat vagy egyáltalán ugye itt vannak ezek a virtuális videójátékok, aztán tudom, hogy foglalkozott, illetve az imént hallottam, beszélgettünk már a beszélgetés előtt arról, hogy, hogy a második János pápa kapcsán egyfajta ilyen történeti játékot is fejlesztett. Mi az, ami most a leginkább izgatja, vagy ami a legjobban érdekli? Mert azt gondolom, hogy mindig a trendek, igaz, a trendek határozzák meg a kutatási területeket, és ez elsősorban talán a videojáték. Igen, e a videójáték az, ami valószínűleg nem csak engem, hanem nagyon sokakat is elgondolkodtat, mert hogy ezek már Ázsiában sok helyen négy-öt éves gyerekeket is rabul És nagyon veszélyes a folyamat, mert akkor ugyan ez a szenvedély nagy veszteséget okoz a fejlődő gyermeknek, de akkor még mert hogy nem pénzben játszák ezeket általában, akkor még csak az időveszteséget, vagy a fejlődés, vagy az információszerzésben okoz nekik veszteséget, de minden esetre az eddigi vizsgálatok alapján ez azért abban az irányban megy, hogy egyéb területeken keresztül is amortizálja a fiatalt, ezért már egy időben szeretnénk ezt megakadályozni a világon a 222 országból kettőben van, ahol a videójáték függőség ellen csoportok alakultak, Japánban és Svájcban, és szerencsére, hát hol nem, milyen szakterületen nem lenne magyar, ha az egyik világszövetséget, de Metrovic Zsolt vezeti, aki nagyon sokáig, nagyon mély elemzésekkel vizsgálta a videójátékok hatását, amiben a jó ír az, hogy a szenvedélybetegségek többsége nagyon nehezen e, kezelhető, de a videójátékoknál, nagy csoportoknál azt tapasztalták, hogy önmaguktól is e, ki tudnak ebből a bűvkörből lépni, de mindenképp kell külső általában családi segítség, tehát a szülők tanácsa, a szülők figyelme jelenléte ahhoz, kontrollja, időnkénti, megszakítása, és akkor tud erőgyűjteni a fiatalhoz, hogy tervei szerint éljen, ne veszíts el az időérzékét a videójáték előtt. Ez most egy nagyon fontos dolog, reménykedem, hogy lesznek partnerek. Demetrovics volt ígérte, hogy segít ebben, meg néhány kollégája, hogy Magyarország lehessen a harmadik olyan ország a világon, ahol is megbecsüljük a fiatalokat annyira, hogy védjük az ő mentális és játékegészségét. Azt lehet mondani, zárszóként azoknak a szülőknek, akik tényleg látják, hogy 6-8 órát tölt egy gyerek a gép előtt. Az imént azt hiszem, hogy 6-8-ról beszélt itt az előző beszélgetésünk, mert ez rengeteg idő. Hogy mondjuk játékból játékba, tehát azok a társas játékok, vagy azok a családi történetek, amelyek, hogy kártyázás, nálunk is ennek nagy hagyománya volt, bár én nem voltam nagyon ügyesebben. Szóval, hogy mit tud tenni egy szülő, hogy ne jussunk el, jó, hogy létrejön majd egy ilyen fajta szolgálat, de hogy ne oda kelljen már menni a gyerekkel, hiszen olyan függő lesz. Mit tud javasolni, hogy a játék izgalmát mégiscsak hagyjuk vissza nekik, ha éljenek vele? Hát egyrészt eh, szerencsével, azért a, a játékok nagyon-nagyon széles portfólióját kínálják, nem csak az interneten keresztül, azon kívül meg, meg mindenfajta mobil eszközön keresztül is elérhető játékok, azért olyanok, hogy azok közt meg lehet találni azt, amelyik már addiktológiai szempontból elemzett, hogy időnként pici szünetre felhívja, visszatekintget a játék korábbi élményeiben, segíti őt, hogy átérezze és érezze azt, egy milyen hatással van rá. Mert azért a, a videó vagy látmányos játékok közt azért vannak olyanok is, amiknek kisebb az esélye, hogy veszélyt okozzon, hát millió, sok-sok millióá játszák azért a sakkot a chess.com-on három perces, 5 perces, 10 perces változatban, egy picit, hogy, hogy egy virtuális világban legyenek. Nekem is a gyermekeim játszották, és néha láttam, hogy egy órát játszik, aztán fölpattan is olyan, hová futsz. Társakkal együtt játszották a Carson világbajnoki döntét, és futottak le, hogy ezt egymás közt is lejátszák a beáttéri nagy csaptáblán. Tehát át lehet lépni a videójátékból arányra könnyen egy játék megismerése során a valódi partnerekkel zajló játékokkal, meg hát a legfontosabb persze, hogy családi játékok, bármifajta, akár szabadtéri játékok is legyenek. Hogy ebben, hogy visszatérjünk az elejére, ebben is mindenfajta sport, kerékpározástól kezdve, a sima keresztül és a futkosásokon keresztül mindenkinek nagy lehetőséget kínál ebben a gyönyörű országban. Köszönjük szépen, kiváló végszó volt, és hát arra biztatom önöket, hogy tartsanak legközelebb is velünk itt az ASK Podcast adásaiban, Beháfi Lászlót, matematikus játékfejlesztőt haladták az elmúlt 20 percben, és arra kérem önöket, hogy ebben az egy hónapban még nézzék meg a kiállítást, hogyha van rá mondjuk. Viszontlátásra. Viszontlátásra.